Luke! Luke, gyere! Gyere, Luke! Gyere! Gyere, kicsike! Okos vagy, Luke! Álljatok meg itt! Szóló! Szóló, gyere! Gyere, Szóló! Okos vagy! Jól van! Kobold! Kobold, gyere! Gyere, Kobika! Jól van! Jól van! Csend! Én általában olyan 6-7 hónapos korban elkezdem őket futtatni a fogat mellett. Akkor még nem húznak, csak futnak a fogat mellett, hogy fejlődjön az izomzat. Aztán olyan 2,5 éves korukra érik el a csúcs teljesítményt, és olyan 6-7 éves korukig azon a csúcs teljesítményen maradnak. Hey! Álljunk már le! Ez egy 280 kilós edzőkocsi, Trabant lett szétvágva. Én próbálom úgy kormányozni a kocsit is, minthogyha sodródna a szám mögöttük. Hogyha én kormányoznék tulajdonképpen hátulról teljes mértékben, akkor nem koncentrálnának a kutyák, tehát nem lenne az agyuk megedzve ezáltal, hogy hogy kell fordítani a szánt helyes ízben. Maradsz! 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 Figyel! Hop! Most, ahol fel fogunk menni, az egy 150 méter, nem teljesen 148 méteres szintemelkedés. Gyerekkoromban, amikor még elég kicsi voltam, volt egy nagy fekete német juhászkutyám, és már őt is bekötöttük szán elé, és 7 vagy 8 ilyen szánkó volt ráakasztva. Én futottam a kutya előtt, és akkor barátaim megültek benne a számba, és akkor úgy szánkóztunk kutyával. 97-ben értesültem róla, hogy Magyarországon kutyafogathajtó versenyt rendeztek. És akkor elkezdtem tréningezni a kutyákkal, és akkor már fölfelé ívelt onnantól kezdve egyfolytában pálya, és 99-ben mentem ki életem első nemzetközi világversenyére, Donovaliba, és messze a magyarok közül a legjobb eredményt értem el, mert én 8. lettem. Okos vagy, Jack. Jól van. 2009-ben ugye 10 év kellett hozzá arra, hogy Donovaliba ugyancsak a Európa bajnokságon már akkor 8 haszkival, a dobogónak a legmagasabb fokára felállhassak. Vannak olyan versenyzők, olyan kivételes tehetségű, jó szponzorokkal megáldott tehetséges versenyzők, akiknek gyakorlatilag egész évben nem kell más csinálni, csak ezzel foglalkozni. Tehát nekem van egy különös szakmám, mellette csinálom ugye abból a pénzből ugye az életet, meg ugye a kutyázást. Itt van ilyen mély keréknyom, és itt jobb oldalon már tudnak is inni a kutyák. Maradsz! Szépen! Maradsz! Okos vagy! Figyel! Hopp! Lecs! Hejjá! Azt szokták mondani, hogy a golf meg a tenisz az költséges sport. Hát nem, azt lerakom, és akkor nem fizetem be a bérleti díjat a pályára, és akkor nem megyek. Itt a kutyáknak nem lehet az, hogy lerakom, és akkor nem kell adni enni, mindig enni kell nekik adni. A etetés az egy olyan 100 000 forint, ha mondta. Tápot akkor kapnak általában, amikor edzés előtti nap. Tudod, hogy másnap nagyobb energiát tudjanak kinyomni magukból. Tehát elég szoktam én is mondani, hogy hol a dopping határ, mert a táp is olyan energiát ad nekik, amit a természetben nem tudnának összeszedni. Én állítom azt, hogy ezek a kutyák, akik így meg vannak edzve, ezeknek jó, mert elmennek versenyre és nem hajtják szét magukat egyszerűen, mert ők föl vannak készítve. Sziszike. Joy, Lotti. Szoktuk úgy versenyeztetni a kutyákat, egymás mellé tesszük, hogy a kötél hosszúságát hátul variálom, hogy melyiknek legyen egy orral előbb orra futás közben, mint a másiknak, és a másiknak akkor mindenki próbálja utolérni, tehát jobban edz. Hopp! Ez a jó! Ügyes vagy, tündi-bündi! Verseny közben is megyek, tudod, külföldön, idegen terepen, szánnal, és nagy hajtás közepette. Néha itt szétnézek egy pillanatra, hogy azt a mindenségét neki, milyen szép helyeken járunk, milyen hegyek között. Aztán hajtok tovább.